Jó estét kívánok, elkezdenénk a vitaestet. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, azokat is, akik az interneten követnek bennünket. Én Szalai Zoltán vagyok, a napunk.sk újságírója és vezető szerkesztője. És mielőtt bemutatnám ma esti vendégeinket, engedjék meg, hogy szóljak néhány szót a napunkról, ennek a mai vitásnak a szervezőjéről. Május 9-től olvasható a napunk.sk címen a legújabb szlovákiai magyar hírportál, a Szlovák Denníken testvérlapja, amely az első olyan független szlovákiai magyar hírportál, amelyet elsősorban az olvasói tartanak el. Ezúttal is arra szeretnék kérni mindenkit, aki teheti, hogy fizessen elő a napunkra, most bevezető kedvezményes áron havi 2 euróért megtehetik. Most pedig kezdődjön a napunk első vitaestje, amely a Trianon Orbán Ukrajna címet kapta, és köszönjük mindenek előtt a Buena Coffee-nak, hogy vendégül látnak bennünket itt ma a Dunaszerdahelyen, és üdvözlöm ma esti vendégeinket, Gyimesi Györgyöt, az Olandó parlamenti képviselőjét, jó estét kívánok! Jó estét, köszönöm szépen! És Ravasz Ábel szociológust, korábbi romaügyi kormánybiztost, a Híd korábbi halálnökét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Az elején még egy ilyen szervezési információ a közönség felé, hogy a beszélgetés végén nem lesznek közönség kérdések, azért, hogy ne feszítsük szét így a vitásnak a kereteit, viszont a vendégeinkkel megegyeztünk, hogy nem fognak elsietni utána, tehát hogy akinek még esetleg lenne valami kérdése hozzájuk, akkor még a beszélgetés után felteheti. Egy aktuális témával kezdenénk a ma esti beszélgetést, amely ugyan nem közvetlenül Trianonról szól, de egy kisebbségi ügy, tehát közvetetten köze van Trianonhoz is. Már több mint 10 éve hatályban van az a jogszabály, amely tiltja az idegen országok zászlóinak a bevitelét a foci stadionokba, és az ugye a leginkább talán éppen itt a dunaszerdahelyi szurkolókat érinti, akik a DAC mérkőzésein a magyar zászlóval is szoktak szurkolni, amikor ez még legális volt. Sok kritika érte ezt a törvényt a szlovákiai magyar politikusok részéről, de senki nem változtatta meg, annak ellenére, hogy a Híd azóta kétszer is kormányon volt, most pedig Gyimesi György képviseli a kisebbségi témát a kormánykoalíción belül. Gyimesi úr nemrég benyújtott egy törvénytervezetet Tomás Taraba képviselővel, ellenzéki képviselővel közösen, amellyel megtiltanák a szexuális orientációt képviselő jelképek kifüggesztését a középületeken. Gyimesi úr, az én kérdésem, hogy ha már a nemzeti kisebbségek ügyét képviseli a parlamentben, miért nem inkább abba fekteti az energiáját, hogy például a nemzeti kisebbségek jelképeinek a használatát lehetővé tegye a szlovák parlament, ahelyett, hogy más kisebbségek jelképeinek a betiltásán dolgozik? Ön téved, szerkesztő úr, azért, mert elég sok energiát fektettem ebbe a törvénybe is, amely tiltja a magyar zászlót a Dunaszerdahelyi meccsén, de nem csak a magyar zászlót, természetesen sportrendezvényeken nem lehet használni más nemzetállamok zászlait. És egyébként ez nem így van, tehát úgy, ahogy megvan írva a törvény, én elkészítettem egy elemzést, egy jogi elemzést, és úgy, ahogy megvan írva ez a törvény, ez csak a rizikós meccsekre, illetve rizikós sportrendezvényekre vonatkozik. Eddig mindenki úgy tudta, és úgy is álltak hozzá a szervezők, hogy betiltották bármilyen sportrendezvényen a zászlókat, és nem így van, tehát a törvényben nem így van lefektetve. Én ezzel elmentem a Iskolai Minisztériumba, beszéltem a Huszár államtitkára, illetve közvetetten beszéltem vele is. Azt mondták nekem, hogy ez így jó, ahogy jelenleg a törvény bele van fektetve. Én annyit mondtam nekik, hogy rendben van, gyerekek, akkor csináljuk meg ezt úgy, hogy beleírjuk explicit módon, expressis verbis a törvénybe, hogy a rizikós meccsek kivételével minden más sportrendezvényen legyen megengedve a magyar zászló, illetve a más nemzet zászlaja. És ők akkor a sportszövetség, illetve a Szlovák Labdarúgó Szövetségre irányítottak engem, akiknek egyébként semmi közük nincs a törvényalkotáshoz,
és onnan is ugyanaz az üzenet jött, hogy ők ezen nem szeretnének változtatni, mert ugye ez így van rendjén, ahogy van. Tehát itt a következő lépés az, mivel ugye vétójoggal rendelkezik az SAS és a Gröling miniszter úr, akinek egyébként semmi gondja nincs ezzel a törvénnyel, ezt kell szögezzem, azt mondta, ha meg tudok egyezni a többiekkel, akkor ő ezt vétózni nem fogja, ő ezzel egyetért. Szóval, ha ezt sikerül átvinnem, akkor ezt nem úgy fogjuk megcsinálni, hogy ezt törvénybe fogjuk juttatni, mert már eleve a törvénybe így van leítatva, csak máshogy fogják fel. Hát én egy sportrendezvény, egyébként azt mondták nekem, hogy ezt így kellene elintézni, hogy egy sportrendezvényre be kellene vinni egy zászlót, azt vegyék el tőlem, tépjék el, vagy égessék el, vagy bármit csinálnak vele, és akkor egy ilyen precedens lehetne ebből alkotni, hogy a bíróság döntsön, hogy valójában hogy van ez a törvény megírva. Hát nyilván ezt nem fogom megcsinálni, de teszünk lépéseket afelé, hogy ezt a törvényt, ha már nem akarják módosítani, akkor úgy alkalmazzák és úgy használják, ahogy ez jelenleg le van fektetve. Tegyük hozzá, hogy itt a Dunaszerdahelyi csapatnak a mérkőzései elég gyakran esnek bele ebbe a rizikós kategóriába, tehát hogyha ezekre nem vonatkozhatna a tilalom, a rizikos meccs, vagyis hogyha ezekre vonatkozna a rizikos meccsekre továbbra is a tilalom, nem biztos, hogy akkora nagy előre. Igen, én úgy tudom, hogy a nagyszombati, de hát ugye, itt van a barátom, a Domonkos Roli, ha jól tudom, akkor csak a nagyszombati és a szlován meccsekre vonatkozik az, hogy rizikós vagy sem, és azt a két meccset szerintem már ki lehetne bírni. Egyébként nincs semmilyen logikus indok arra, hogy betiltsák ezeket a zászlókat akármilyen sportrendezvényen, most legyen rizikós vagy nem rizikós. Sajnos egy ilyen országban élünk, még mindig úgy állnak hozzá, hogy minden az, ami nemzeti, az nem jó. Én ezt már többször elmondtam, hogy főleg a liberális kollégáimnak addig nincs velünk problémáink, vagy problémájuk, amíg táncolunk, amíg koszorúzunk, amíg énekelünk magyarul, de amikor el akarunk érni valamit, ami nemzeti, akkor azt elutasítják. Lásd, április 12-ét szerettem volna, hogy emléknap legyen Szlovákiában, és ezt nagyon vehemensen elutasította pont az SAS. Visszatérnék a szivárványos törvénynek a történetéhez. Ugye ezt Tomás Taraba képviselő ura nyújtották be, aki a Kotleba féle fasiszta pártnak a listán jutott a parlamentbe. Ön már azt többször elmondta, hogy nem tartja Taraba urat fasisztának. A kérdés van az, hogy Kotlebát annak tartja. Kotlebát a bíróság tartja fasisztának, tehát nincs miről beszélni. Ezért el is veszítette a mandátumát. Kotleba nem. Illetve Kotleba, de Taraba nem, mert Tomás Taraba a saját pártján belül jutott be a LSZNSZ listáján. Nekik volt egy egyességük, hogy bármikor onnan kiléphetnek. Másik egyesség arról szólt, hogyha bármi, ami fasiszta megjelenik abba a pártba, akkor ők mennek el. El is mentek. Én őt egy nemzeti konzervatív embernek tartom. Vannak természetesen véleményei, amelyekkel nem értek egyet, viszont ebbe az egy kérdésben egyet értek. Mégis egy olyan pártnak a listán jutott be, amely korábban azért a magyar ellenességéről is ismert volt, ugye nemrég még Kossuth szobrot köpködtek Rozsnyón, Kotlebájék, tehát hogy ön számára ez elfogadható? Tehát együttműködni ezzel a társasággal? Én Kotlebával nem működök együtt, soha nem is működtem. Az, aki együttműködött velük, az például Jana Cigányika, a képviselő asszony volt akkor, amikor ellehetetlenítették a Záborská féle törvényt, amely segítette volna a terhes nőket. Ő akkor járt a frakciójukra, a klubon belül együtt szervezték azt, hogy kihúzzák a szavazókártyákat, és tehát ez együttműködés. Kotlebáék segítségével sikerült a családtámogatási csomagot. Kotlebáék szavazatai nélkül is átmenne ez a csomag. Nem kellett az ő szavazatuk, viszont szavaztak, ezt nem tudja megtiltani senki. Ugyanígy lehetne bírálni például a Pellegrinit is, akit most senki sem bírál, mert most ugye ő a manna az égből a szlovák politikában. Ugyanúgy védte ő is azt a szavazást, amit az akkori Smer, ez a múlt választás idényben volt, amikor a Smer együtt szavazott a Kotlebáékkal, és akkor azzal védekezett, hogy ő nem tudja betiltani azt, hogy
akár a Kotlebáék is szavazanak együtt velük, ugyanúgy mi sem tudjuk nekik ezt megakadályozni, hogyha ők akarnak szavazni, akkor szavaznak, de hogy ez együttműködés lenne, ez szerintem ez csak a Gyennyik N-ben meg a SZMED-e látják, hogy ez együttműködés. Én ezt nem látom együttműködésnek. Ők szavaztak velünk, szavaztak a koalícióval, és annak ellenére, hogy ők szavaztak, ez a törvény átment volna a szavazatok nélkül is. Ravasz úr, ön többször is bírálta a Facebookon ezt a bizonyos törvényjavaslatot, amiről itt szó volt. Miközben az ön korábbi pártja, a Híd ugye az elmúlt 12 éven többször is kormányon volt, beszéltünk erről a bizonyos stadionos zászlós javaslatról, önöknek egyszer sikerült úgymond véletlenül betiltani a himnusz éneklést is. A kérdésem, hogy van-e önnek ezek után erkölcsi joga arra, hogy bírálja ezt a törvényjavaslatot? Abszolút van rá erkölcsi jogom. A másért nem akkor azért is, mert amikor a szerencsétlen himnusz törvény parlamentbe került, akkor nem voltam parlamenti képviselő, máskor sem. Rajtam ez soha nem ment volna át, de ez egy hülye hiba volt. A probléma az, hogy a törvények, amiről most beszélt Gyimesi képviselő úr, ez nem a hülye hiba, hanem a hülye szándéknak a kategóriája. Tehát azt gondolom, hogy a szivárványos zászlóval dolgozni jelen pillanatban a Szlovákiában kisebbségi képviselőként, az tényleg egy komoly hiba, egy komoly tévedés. Miért gondolom ezt? Ugye a Szlovákia egy olyan állam, és ebben egyetértünk Gyimesi úrral, és aztán nagyon sok mindenben nem fogunk egyetérteni, ahol hogyha egy politikusnak nincsen jobb dolga, akkor rúg egyet a kisebbségekbe. És mondjuk Tomás Taraba ezt gyakran szokta csinálni, meg a többi kotlebás extrémista is, hogyha nincsen jobb dolga, akkor mennek egyet a cigányok irányába, mennek egyet a magyarok irányába, de az, hogy olyan képviselő, aki egyébként elsősorban a magyar profilt viszi, amikor nincsen jobb dolga, akkor a melegekbe, az LGBT közösségbe rúg bele, teljesen provokáció nélkül, ezt én nagyon fölösleges hibának tartom. Az én véleményem az, hogy akkor fogunk egy igazán jó országba élni, hogyha se a magyar zászlót, se a szivárványos zászlót nem fogja tiltani törvény, és hogyha senki más se, azért mert kisebbségi, nem fogunk hátrább nyomni a sárba. És addig, ameddig az a politikusainknak a reflexe, hogy egymás hátán próbálunk fölmenni, hogy egyiket lenyomjuk, azzal megyünk mi föl, akkor nem az egyről a kettőre jutni, és a magyar képviseletnek, hogyha az a stratégiája, hogy mondjuk Magyarországról átveszi az LGBT ellenes mindenféle szólamokat, meg a gondolkodásmódot, meg a politikai cselekvést, akkor szerintem zsákutcában manőverezi be saját magát. Egymagukra fognak maradni a magyarok, el fogják maguktól idegeníteni a többi kisebbséget, és mindig és mindig maximum egy-két képviselőnk lesz a parlamentben, semmi több. Jó, nem szeretnénk leragadni ennél a kérdésre, nem tudom, hogy Gyimesi úr még akar-e reagálni. Csak annyit, hogy összemosni a nemzeti közösségeket a szexuális kisebbsége azért nem szabad. Senkinek, és ez a törvény határozottan nem LGBTI plusz személyek ellen megy, hanem ez csak arról szól, hogy ne akasszák ki állami épületekre, iskolákra ezeket a zászlókat, mert nincs semmi keresni valójuk ott. És itt már 3 hete erről beszél az egész ország, és 3 hét alatt egyetlen egy ember nem mondta meg, hogy miért jó, hogyha az a zászló ott van. Nemrég ért véget Bécsbe egy Pride, és láttam ott fényképeket, ahol férfiak tangabugyiba és magas sarkú cipőbe járkáltak a városba gyermekek közt. Ezt nem szabad támogatni az állami épületek homlokzatán. Erről szól ez az egész. Semmi több, semmi kevesebb. Hogy kimossa össze a nemzeti kisebbségeket a szexuális kisebbségekkel. Az első, aki ezt megtette, az az ön pártbeli főnöke volt, Igor Matovics, aki úgy reagált, hogy a székelyzászlókat is be kellene tiltani. Ugye, igen, ezzel nem értek egyet. Csak hogy nem tart-e attól, hogy azzal, hogy ezt a kártyát előhúzza, az olyan emberek, akikben nincs meg mondjuk az érzékenység a nemzeti kisebbségek irányába, szemlátomást Igor Matovicsnak is van mit tanulni ezen a téren, elkezdik összemosni, és aminek mindenkire nézve aztán káros következmények. Természetesen, mivel én vagyok a törvénynek a beterjesztője, hogyha ez rossz irányba menne, akkor még mindig van lehetőségem ezt a törvényt visszavonni. Egyébként a mi frakciónkban, annak ellenére, hogy nagyon sok képviselő támogatná ezt a törvényt,
úgy néz ki, nem fognak tudni szavazni, azért, mert ugye megsértettem a frakció szabályait, és csak ezért nem fognak szavazni, így nem fog ez a törvény átmenni az első olvasatban, úgyhogy szerintem teljesen fölösleges ez a vita. Én hagyd maradjak még itt ennél a témánál, illetve annál, amit Gyimesi képviselő korábban mondott. Egy dolog nekem nagyon fura, és ez pedig az, hogy minek csinálsz úgy, mi tegeződünk, minek csinálsz úgy, mint hogyha ez nem kifejezetten az LGBT közösségek ellen menne, és minek csinálsz úgy, mikor mindenkinek nyilvánvaló, hogy a Kotlebáékkal nem direkt szavaztatok együtt. Az az érv, hogy átment volna a Kotlebáék nélkül is, az nem egy jó érv. Azért kerestétek azokat a szavazatokat Igor Matovics barátoddal együtt, és azért terjesztettétek be te magad azt a módosítót, amit a Kotlebáék írtak, hogy biztos átmenjen ez a csomag. Ezt utólag letagadni, ez fölösleges és gyávaság. Szerintem ezt mindenki látja az olano szavazókon kívül, akiknek a száma azért most már szerintem viszonylag alacsony, hogy ez egy szándékos együttműködés volt. És azt mondani a szivárványos zászlós törvényre, hogy ez nem az LGBT közösségek ellen van, akkor mi a frász karikára van? Természetesen, hogy ellenük van. És ezt abszolút a semmiből került kihúzásra, úgyhogy senki nem adott ezt a kérdést, Szlovákiában meg végképp nem. És most erről beszélünk hetek óta, amikor arra panaszkodsz, hogy minek ez a téma hetek óta, én kérdezem, minek ez a téma hetek óta, kellett ez nekünk? Hát nektek nem tudom, hogy kellett-e, de az újságíróknak egészen biztosan, azért, mert ha ezt a témát nem fújják fel a liberális médiában, akkor ez egy ugyanolyan törvényjavaslat, mint a 78 többi ezen az ülésen. A kutya se ugatná meg, hogyha ebből nem lett volna hisztéria, lett, és ezért lett ebből téma. Nyilván egy hétig másról sem írtak az újságokban. És erre volt precedens, tehát ezt nem úgy húztam ki, mint a nyulat a kalapból. Az ombudsman, hogy a Patakiné, a ti jelöltetek, kirakta a székhelyre ezt a zászlót nem is egyszer. Ugyanúgy ezt megtették a szlovák nagykövetségen Budapesten, és megtették ezt a főiskolán is. És itt el kell mondani azt is, hogy amikor 2019-ben ezt tudta Iván Korcsok, jelenlegi külügyminiszter kritizálni, és elég élesen bírálta ezt a cselekedetét a külföldi nagykövetek részvételét a szlovák pozsonyi Pride-on, akkor most miért vette védelmébe ezt a közösséget? Én tudom a választ. Iván Korcsok egy szélkakas, aki arra fordul, amerre éppen fúj a szél, de visszatérve erre a témára. Ha nem fújják fel az újságokban, a médiában, akkor ez a törvény egy pontosan ugyanolyan, mint a 78, ami ott van, és amiről nem is írhatok, mert nem is tudjátok, hogy ott van. Térjünk át arra az első témára, ami a címben is meg volt jelölve, még pedig a Trianonnak a témájára. Ugye halasztani kellett ezt a beszélgetést, azért most már több mint egy hete zajlottak a trianoni megemlékezések június 4-én. 102 éve írták alá a trianoni békeegyezményt Magyarország és az első világháború győztes hatalmai között. Az én első kérdésem ezzel kapcsolatban az mindkettőjükhöz, hogy önök mit jelent önök számára június 4-e, hogyan töltik ezt a napot, hogyan szokták tölteni, hogyan töltötték most, Ravasz úr? Én ezt a napot ugyanúgy szoktam tölteni, mint akármelyik másik napot. Nem tulajdonítok neki akkora nagy jelentőséget, nem azért, mert nem ez lenne az a nap, ami a szlovákiai magyar közösséget, vagy korábban a csehszlovákiai magyar közösséget létrehozta. Ez az a nap, ami az origó pontja annak, hogy egyáltalán ebben az összetételben itt ülünk Dunaszerdáján, mint a szlovákiai magyar közösség, tehát ebből a szempontból ez nagyon fontos. Az a kérdés, hogy mit akarunk kezdeni több mint 100 évvel később Trianonnal. Valószínűleg itt két út van. Az egyik út az, hogy ezt úgy hagyjuk mondjuk napirenden minden nyílt sebet, és azt mondjuk, hogy hát igen, Trianon hamarosan majd visszacsinálódik, és akkor majd jön a Nagy Magyarország, az ilyen visszacsatolás, meg a nem tudom micsoda, és hagyjuk ezt a sebet folyamatosan nyíltan, és fölkapargatjuk, és mindig azon próbálkozunk, hogy hogyan tudjuk még ezt jobban a napirenden tartani. Ennek a stratégiának egy nagyon egyértelmű kimenetele az is, amit most mondjuk Magyarország Kárpátalja kapcsán játszik. Ezt a kis ilyen, hát ha lesz valamilyen revíziós lehetőség, akkor meglátjuk.
Senki nem mondja, de mindenki ezt gondolja, és azok az urak, akik hátul tapsolnak, ezek biztos, hogy ugyanezt gondolják. Azt gondolják, hogyha van egy mód arra, hogy visszacsatoljunk valamit, a jó Felvidéket, a jó Kárpátalját, akkor menjünk bele. Mit teszünk ezzel? Azt, hogy 100 éve, az helyett, hogy megpróbálnánk keresni magunknak egy utat ebben az országban, töketlenkedünk. A másik út, ahol lehet menni Trianon kapcsán, az az, hogy elfogadjuk, hogy ez a határ nem a saját hibánkból, és valószínűleg nem is igazságos módon, a Nagy-Dunának, az Ipolynak és a többinek a vonalán húzódik, és ez így lesz. És ha ezt elfogadtuk, akkor meg tudjuk teremteni a normális kereteit az itteni létezésnek. Én nem véletlenül élek itt. Éltem már Magyarországon, részben Amerikában tanultam, nem véletlenül jöttem haza. Nem Magyarország jöttem haza, hanem ide. Azért, mert azt gondolom, hogy az itteni magyar közösséget fönt kell tartani. Mert képviselünk valami értéket, ami kicsit más, mint bárki más. Kicsit mások vagyunk, mint a szlovákok, az egyértelmű, bár szerintem a magyarok és a szlovákok közötti különbség az nem olyan nagy. Kicsit másak vagyunk, mint a magyarországi magyarok egyébként. Az értékrendünk más. Azért az itteni magyarság Csehszlovákiában szocializálódott. Ezt lehetett látni 38-ban is a visszacsatolásnál. Simon Attila írt erről egy nagyon jó könyvet. Lehet látni most is a mi politikai értékrendünk, annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, hogy Magyarországnak a klónjai vagyunk, másabbak. Nem hiszem, hogy itt ugyanazokat a fajta konzervatív dolgokat kéne vinni, mint mondjuk Magyarországon. Tehát az én véleményem az, hogyha a Trianont igazán a helyén akarjuk kezelni, akkor fogadjuk el, hogy ez a szerencsétlenség megtörtént, ez most már így lesz, és próbáljunk itt dolgozni azon, hogy a magyarság normálisan éljen, és hogy még 100 év múlva is itt legyünk. Én nekem ez a viszonyom hozzá. Ezeket még sorra fogjuk venni, amik itt már szóba kerültek lehetőleg, de a kérdésem Gyimesi úrhoz is ugyanaz, hogy ön számára mit jelent a június 4-e, és ön hogyan szokta tölteni, hogyan töltötte idén? Nemzetünk gyásza, a nemzetünk legnagyobb tragédiája. Széttéptek egy országot, több millió magyar egy új országba ébredt fel, olyan országba, ahol egyik napról a másikra kisebbség lett, sokan hontalanak lettek, sokaknak még csak ugye később még csak állampolgárságuk se lett, úgyhogy ez egy hatalmas nagy tragédiája a nemzetünknek. Én a Trianonra megemlékezek minden évben, az idén nem voltam, azért, mert készültem a vasárnapi elég komoly vitára, de egy Facebookon megemlékeztem rá. Ezt ugye mi mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy vannak, és még mindig vannak köztünk olyan emberek, akik nem, nyilván nem a Trianon és a 20-as éveknek tehát nem élték meg a 20-as éveket, de például már a 45-et igen, és ez ugye a Trianonnak az egyik, illetve a másik lépcső volt, amikor másodszor szakították el az embereket az országuktól. Többek között az én családomat is kitelepítésre szánták, több családi házat és több ingatlant elkoboztak a családomtól, tehát nyilván, hogy ez fáj. Nem gondolok rá minden nap. Természetesen Szlovákiában élünk, Szlovákiának a határai adottak. Nem értek egyet Ábel, hogy mi a felvidéki magyarok másabbak lennénk, mint a anyaországi magyarok. Szerintem pontosan ugyanolyanok vagyunk, ugyanazt érezzük, és nagyon hálás vagyok a magyar kormánynak, hogy nem felejtette el azt, hogy itt vagyunk, és hálás vagyok azért, hogy törődik velünk, és nagyon támogatom ezt a nemzet egyesítést a határok fölött. Én nemrég beszélgettem egy szlovák történésszel, Roman Holetszel, aki írt egy könyvet Trianonról, és ő az első olyan szlovák történész, aki nyilvánosan kimondta azt, hogy a Trianon túl kemény volt a magyarokkal szemben, és hogy kegyetlen volt, miközben azt is hozzáteszi, hogy a történelemben felesleges valamiféle igazságosságot keresni, és a másik oldalon pedig nagyon keményen bírálja a magyarokat is.
abból a szempontból, hogy például Trianon értelmezése kapcsán a mítoszok és az áltudományok máig túl nagy szerepet kapnak a nyilvánosságban, és ez az egész Trianon jelenségnek a feldolgozását nehezíti. Ravasz úr itt már említette azt, hogy ott látja ezt körülbelül, tehát hogy de az én kérdésem mégis csak az, hogy itt 102 év után mindkettőjük az, hogy látják, hogy mit sikerült feldolgozni Trianonból, és hogy mi az, ami milyen téren tartunk még mindig ott, hogy a saját sérelmeinket dédelgetjük, Ravasz úr. Ugye a Trianon az csak egy része a dolognak, a másik része ez a 38-45, tehát gyakorlatilag volt egy rövid időszak, amikor úgy nézett ki, hogy akkor most visszajön a történet. Ugye 45-ben végre ráadásul volt egy határkiigazítás is nem túl nagy Pozsony környékén, ezt ne felejtsük el, hogy a Pozsony szélén lévő települések csak még később kerültek ide. Tehát ez nagyon friss sztori, úgy, ahogy te is mondtad, nagyon sok ember van közöttünk, aki élt még Magyarországnak a területén, a 30-as, 40-es éveknek a mesdjéjén. Tehát ez nagyon friss. És ezért nyilván a földolgozása az nagyon nehéz. A szocializmusban erről beszélni Szlovákiában nem nagyon lehetett, Magyarországon sem. Ezért azt gondolom, hogy mindegy ilyen búvófatak föltört a 90-es években az, hogy most akkor erről kezdjünk-e beszélni. Sajnos azt gondolom, nagyon sok esetben ez az érzelmeknek a szintjén megrekedt ez a beszéd. Tehát arról, hogy mi az igazságos, mi az igazságtalan. Egyértelmű, hogy az igazságtalan határ, de egyértelmű az is, hogy ez a határ. És valószínűleg az a fajta földolgozása, a Trianon jelenségnek, ami szükséges, az csak az elmúlt években kezdődött el. A 100. évforduló kapcsán Magyarországon is, és egyébként a többi államban is volt több kezdeményezés arra, hogy kicsit normálisabban álljunk hozzá. Egyébként azt gondolom, hogy a szlovákok a mai napig nem értik azt, hogy mi a rossz ezen, vagy mi fáj nekünk ezen. Ezt azon is látom, hogy, és ez egy kevésbé ismert sztori talán, de lehet, hogy az itt ülők közül, vagy az otthoniak közül is többen tudják, hogy a Észak-Szepességben van néhány falu, ami szlovák nemzetiség, és Lengyelországba került 40-45 után is. És a szlovákok erre úgy néznek, hogy a falujaink, amiket elvettek tőlünk, de ezt nem kötik össze azzal, hogy amikor valaki Magyarországon azt mondja, hogy a falujaink, amit elvettek tőlünk, az ugyanaz a fajta irredent a gondolkodás. Tehát nincsen valamiféle reflexió az egyik oldalnak a másik oldalra. Nincsen kimondva az a történet, amiben részben te is belekezdtél, hogy miféle kitelepítés hullám volt az összes országban itt a környéken. Ugye az ismertebb tény, hogy a szlovákiai magyarok egy részét kitelepítették, az én családomat is érintette, de hogy a németeket kitelepítették Csehországból, Szlovákiából, Magyarországból, a ruszinokat, Lengyelországból és a többi, és ezek az emberek gyakorlatilag mind egy ilyen pervers kirakós játék egymás helyére költözgettek be. Amíg ezt valahogy sikerül elsimítani és normális módon léteznünk egymás mellett, az nagyon sokáig fog tartani, és hogy még valamilyen jövőképet is mondjak, én szerintem az a legfontosabb, hogy ez az, hogy embereknek el kelljen hagyniuk a lakhelyüket azért, mert nem a helyes mondjuk nemzetiséghez tartoznak, vagy valláshoz, vagy ne adj Isten szexuális kisebbséghez, ez ne következzen most már még egyszer be. Ukrajnában látjuk, hogy az etnikai faktor milyen fontos szerepet játszik abban, hogy háború van a Kelet-Ukrajnában az orosz, a ruszofon területeken. Ne legyen Közép-Európában már senkinek problémája abból, hogy minek és kinek születik, és ha ezt sikerül megvalósítani, akkor szerintem a következő 100 év sokkal jobb lesz, mint az előző 100 volt, ami nem sikerült különösebben jól. Gyimesi úr, mit sikerült feldolgoznunk Trianonból, és mi az, amit még föl kell dolgoznunk? Trianon addig fog fájni, amíg az utolsó ember, aki szenvedett miatta, nem lesz kárpótolva. És most nem csak erkölcsi kárpótlásról beszélek, teszem azt egy parlamenti szavazással, amikor elnézést kért a szlovák parlament a németektől és a zsidóktól, ezt még mindig nem tették meg a magyarokkal szemben, de itt anyagi kárpótlásról is beszélek, mert óriási vagyon lett elkobozva, és még mindig elkobozzák ezt a vagyont. Itt van a D4R7-es, és mesélhetnék még több esetről is. Tehát addig, ameddig ezek a dolgok nincsenek rendezve, addig, ameddig a 1945-ös Szlovák Nemzeti Tanács törvényei még mindig a szlovák jogrendet fogják alkotni, addig Trianon fájni fog, addig Trianon jelen lesz, és addig nem is szabad elfelejteni. Egyébként sem, azért, mert
és ezt már nagyon sokszor elmondták előttem is, hogy az a nemzet, aki nem ismeri a múltját, annak nincs jövője, és ez itt, a Felvidéken 200%-osan igaz. Ehhez kapcsolódik egy olyan történet is, ami 2 évvel ezelőtt zajlott, amikor az ön pártbeli főnöke, az akkori miniszterelnök Igor Matovics összehívott egy találkozót a pozsonyi várban, ahova meghívta a szlovákiai magyarság 100 képviselőjét, azzal, hogy elkezdjen velük valamiféle dialógust, ugye ez a 100. évforduló kapcsán történt. Azóta viszont, mintha ennek nem lenne különösebb folytatása. Miért? Azt Igor Matovicstól kell megkérdezni. Igor Matovics szerintem támogatta az összes törvényjavaslatomat, amivel előjöttem. Igor Matovics meg szeretné köszönni, és meg is fogja köszönni azt a támogatást, amit kapott ő is az Olano 2020-as választásoknál, vagy választásokkor. És ami még nagyon fontos, ő volt az első miniszterelnök Szlovákia históriájában, aki azt mondta, hogy ez a közös múltunk, és ezt erre így kell tekinteni. Ez egy hatalmas nagy gesztus volt. Nyilván történt ott egy atrocitásnak nevezhető dolog, amit akkor én sem láttam helyesnek, azért mert ezt a beszélgetést, illetve azokat a kéréseket, amit az akkori MKP letett az asztalra, ezt nyugodtan lehetett volna folytatni egy ilyen rendezvény után. Csak hogy a közönségnek is nyilvánvaló, hogy mondjuk el, hogy itt az MKP ugye ezen a találkozón benyújtott egy 12 pontból, vagy nem tudom hány pontból álló memorandumot a miniszterelnöknek, amit előre nem beszéltek meg senkivel. Nem beszéltek meg senkivel, igen, ez olyan volt, mint amikor önöket meghívják egy étteremben, önök meg ajtóst berúgják az ajtót, és úgy jönnek be oda. Ez pontosan ilyen volt. Igor Matovics pedig erre úgy reagált, hogy beleköptek a tenyerébe. Igen. Ez a reakció egyébként, ezért ez is egy elég heves reakció volt, ez rendben volt? Igor Matovicsot már 12 éve ismeri mindenki az országba, elég vehemensen tud reagálni dolgokra. Ő egy impulzív ember e tekintetben, hogy most helyén volt-e vagy sem. Én ezt az MKP helyében nem így csináltam volna. Nem mondom azt, hogy minden, ami abban 12 pontban le van fektetve, hogy nincsen rációja, és hogy ne lehessen erről beszélgetni, természetesen igen, de nem így. Tehát a formájával volt problémája Matovics, akkori miniszterelnök úrnak, és ezt én is így gondolom. Volt egy másik hasonló gesztus is nemrégiben, amikor március 15-én Zuzana Csaputová, köztársasági elnök a Facebookon köszöntötte a magyarokat a nemzeti ünnepük alkalmából. Ravasz úr, ön szerint fontosak az ilyen gesztusok az államképviselői részéről, vagy fontosabb lenne, hogyha gyakorlati dolgokban segítenének a kisebbségeknek? Szerintem már éppen ideje volt, hogy egy államfő ezt megtegye, és Csaputová is megtehette volna hamarabb, jó, hogy megcsinálta, de ugyanúgy ez a gesztus, meg a Matovics féle gesztus, ezek tulajdonképpen üresek maradnak egészen addig, ameddig az államnak a politikái, azok a kisebbségekkel szemben nem lesznek barátiabbak, és attól függetlenül, hogy ki van kormányon, hogy éppen, hogy tudom én, egy olyan kormány van, ahol a Híd benne, most már nyilván nem, vagy egy olyan kormány, ahol Gyimesi György képviseli tulajdonképpen a magyarokat, mindig az a helyzet, hogy a magyar témát, meg a kisebbségi témát a magyarok viszik előre. Nem az van, hogy ez bekerül egy közös keretbe, és akkor azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne ebbe az országban normálisabban élni. Nem, hanem a roma képviselőktől azt várjuk el, hogy a roma ügyeket intézzék, a magyarok meg a magyarokat, és akkor nagy kegyesen valahogy összeáll 76 szavazata arra, hogy véletlen valami átmenjen. Vagy meg nem, mind ahogy mondjuk láthattuk a kettős állampolgárságnak, amit se a Hídnak, se a Gyimesinek, se senkinek nem sikerült megváltoztatni, egyszerűen nincsen erre szándék. Egészen addig, ameddig ki kell könyörögni minden módosítás, minden változtatást, ami a kisebbségeknek a javára megy, addig azért nagyon nehéz lesz a gesztusokkal jól lakni. Addig ez kevés lesz. Jó, hogy felhozta a kettős állampolgárságot, mert éppen ez volt az a téma, aminek kapcsán Gyimesi úr bírálta akkor a köztársasági elnök asszonyt, hogy ez egy üres gesztus, és ehelyett jobban tette volna, hogyha aláírja, illetve hogyha nem írja alá, bocsánat, a kettős állampolgárságról szóló törvényt, miközben azt azért hozzá kell tennünk, hogy ezt a törvényt ugye az önök kormánya fogadta el így ebben a formában, és hogyha a köztársasági elnök visszaküldi, akkor csak azt tudta volna visszaküldeni, amit önök elfogadtak a kormányban és aztán a parlamentben. Igen, hát ezt mindenki tudja, hogy én nagyon élesen bíráltam ezt a
verziót, mert ez így került be a kormányprogramba is, annak ellenére, hogy ezt, hogy én ezt az eltörlését javasoltam. Ezt így fogadták el 6 hónap után, ha jól emlékszem, mert azért ment a vita a koalíción belül. Sőt, ott a kormányban való elfogadása és a parlamentben való elfogadása között egy év is eltelt. Vagy egy év is, hát jobban emlékszik rá, mint én. Tényleg nagyon gyorsan mennek a napok. És én a Csaputová elnökasszony helyében ezt a törvényt nemhogy nem írtam volna alá, én elküldtem volna normakontroll az Alkotmánybíróságra, mert ezt kívánta volna a helyzet. Ez a törvény is, ezt nyugodtan elmagyarázhatta volna így is, legjobban azokat a szlovák állampolgárokat, illetve szlovák nemzetiségű embereket sújtja a legjobban, akik felvették a cseh állampolgárságot, és aztán a német, a magyarokból csak 300 volt, ha jól emlékszem, nagyon kevesen. Tehát annak ellenére, hogy ezt a törvényt a magyarok ellen fogadták el, a szlovákokat sújtja a legjobban, és nyugodtan elküldhette volna a normakontrollra. Ugye van az alkotmányunkban egy mondat, hogy senki se veszítheti el akarata ellenére az állampolgárságát. Erre hivatkozva, ha tudott lenni most principiális a gyermeksegítő csomaggal, akkor nyugodtan tudott lenni, lehetett volna principiális a magyarokkal szemben is, és azt mondani, hogy ezt most az Alkotmánybíróság végre döntse el, mert ugye az Alkotmánybíróság már egyszer ezt a törvényt megkapta döntésre, viszont akkor nem döntöttek. Tehát nincs még döntés, hogy ez a törvény egyáltalán alkotmány ellenese vagy sem. Igen, csak ismétlem még egyszer, tehát hogyha ő most elküldte volna az Alkotmánybíróságnak, akkor az Alkotmánybíróság csak erről a módosításról dönthetett volna, amit önök elfogadtak, tehát nem a 2010-es Ficóféle módosításról, ami tulajdonképpen az állampolgárságnak az elveszítéséről. Én szerintem ennek ellenére Alkotmánybíróságra kellett volna adni. A véleményem az, hogy a törvénynek a jelenlegi módosítása az jobban elmozdult az alkotmányosságtól, mint a 2010-es verzió volt. Egyébként paradox, mert van néhány csoport, ami jobban járt ezzel, tehát mondjuk a külföldön élők, de jobban mélyült a különbség állampolgár és állampolgár között. Igen, tehát azt gondolom, hogy ez még a módosítást is nyugodtan Alkotmánybíróságra lehetett volna adni. Nagy Dávid jogásszal csináltunk egy elemzést ezzel kapcsolatban, és meg is szólítottuk az államfőnek a hivatalát. Én ezt hibának tartom, hogy nem adta az Alkotmánybíróságra, viszont a képviselő úrral ellentétben én meg azt jónak tartom, hogy a mostani csomagot az alkotmányt, illetve visszaküldte a parlamentbe, és nagyon remélem, hogy a vétót nem sikerül áttörni. Még egyszer visszatérnék arra az interjúra, amit említettem a Roman Holec szlovák történésszel, akinek volt egy olyan kijelentése is, hogy a magyarok nem tanultak a történelmükből, úgy, ahogy egyedül maradtak 1848-ban, 1918-ban és 1945-ben a nagyhatalmakkal, vagy akár a környező népekkel szemben is, úgy maradnak most is együtt a jelenlegi világpolitikai helyzetben. Ravasz úr, mit gondol erről a kijelentésről? Hát meg kell mondjam, hogy amikor először láttam ezt a kijelentést, akkor elég sokkoló volt, mert ugye azt tanuljuk, vagy azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy a legnagyobb hibája a magyaroknak, a magyar nemzetnek, a magyar államnak az elmúlt 100 évben az volt, hogy mindig sikerült a rossz oldalra állniuk. És ezt mondjuk, ezt tényleg egyértelműen látni az első és a második világháborúban és egyéb más dolgokban is. Nem sikerült megtalálni azt a helyet, ami jó irányba vitte volna az országot. És azt gondolom, hogy sajnos most az ukrán-orosz, illetve orosz-ukrán háború esetében megint sikerül nem megtalálni azt a jó oldalat, ahova az országnak állnia kéne. Magyarország az, aki leginkább oroszbarát álláspontot fogalmaz meg az egész Európai Unión belül. Magyarország az, aki gyakorlatilag trójai falóként próbálja gyengíteni azokat az intézkedéseket, amit az Európai Unió Oroszország irányába próbál foganatosítani. Nyilván itt nem arról van szó, hogy bárki azt gondolna, hogy Ukrajna egy tökéletes állam. De onnantól kezdve, hogy megtámadja őket Oroszország a hibás, és Oroszországnak ki kell menni Ukrajnából. Az, aki ezt nem látja, az, aki, és megint ezt a szót fogom használni, tökölődik ezzel kapcsolatban, játszogatja a kis játékait Kárpátalján, játszogatja a kis játékait az orosz befektetésekkel és a többivel, az történelmi hibát követel. Én nagyon örülök neki, én ezt a kormányt, az itteni kormányt, a Heger kormányt nagyon gyakran szoktam kritizálni. De hogy ebben az esetben sikerült megtalálni azt az álláspontot, amivel én tudok azonosulni, és ez pedig az, hogy Szlovákia példás módon támogatja szomszédját Ukrajnát. Ez a háború nem Kongóban van,
vagy Kambodzsában, ami itt van a szomszédban, azokat az embereket érinti, akik a szomszédjaink, akiknek a kultúrája nagyon hasonló a miénkhez. Rengeteg ember van Szlovákiában is, akinek ukrán vagy ruszin gyökerei vannak. Ezeknek az embereknek is nagyon fontos lenne, hogy támogassuk Ukrajnát méltó módon, és az, aki ezt nem látja, szerintem sajnos megint a rossz irányba sodorja át Magyarországot és a magyar nemzetet. Gyimes úr, ön a Gyennyi Kennek adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy Oroszország az egyértelmű agresszor ebben a mostani helyzetben. Azzal is egyetért, hogy Vlagyimir Putyint személyes felelősség terheli a háború kapcsán? Először válaszolok az első kérdésre, amit feltett szerkesztő úr. Magyarország köszöni, Magyarország nagyon jól van. És ezt csak annak köszönheti, hogy egy önálló, szuverén politikát végez az Európai Unión belül, mert igen, nem hiszem azt, hogy minden, ami az Európai Unióból jön, az jó nekünk is. Nekünk van egy szerviris kormányunk az Európai Unióval szemben. Magyarországnak pont a fordítottja van. Magyar a miniszterelnök és a külügyminiszter is, és az egész kormány a magyar nemzet érdekeit teszi az első helyre, és azok az érdekek mellett politizál. Nagyon helyesen. Mi nem így tesszük, és ezért csak nézzük, hogy Magyarországon mennyiért tankolnak, nézzük azt, hogy milyen bérek vannak Magyarországon, és irigykedve, és ezt nem csak én mondom, mert Orbán Viktor egyre nagyobb népszerűségnek örvend Szlovákiában is, hát irigykedve nézik Magyarországot, hogy élnek ott az emberek, mert van egy önálló, szuverén kormányuk, aki egyszerűen azt, amit meg kell támogatni, ami a közös ügyünk az Európán belül, ezt mindent megtámogatott. Eddig egyetértett mind a 6 szankciós csomaggal, ugye most aláírta az Ukrajnának illetve belegezett abba, hogy megkapja a státuszt a belépés az Európai Unióba. Egyetlen egy dologgal nem értett egyet, azzal, ami megkárosította volna a magyar embert, a magyar gazdaságot, az olajembargóval kapcsolatban. És ott azt hiszem, hogy ott lehetett volna a szuverénebb a szlovák kormány is. Szulikék rögtön az első alkalommal lemondtak a vétójogról. Így sarokba lettek szorítva, és azért kellett elfogadni ezt a nagyon rossz döntést, amit mindannyian fogunk látni a benzinkutakon, és lesz még rosszabb is. Ugyanaz a kivétel érvény a Szlovákiára, ami Magyarországon. Szerkesztő úr, természetesen ezzel védekezik a Szulik miniszter, aki már nem tudja, mit mondjon védelmében. Magyarország a produkciójának a 90%-át a magyar piacra termeli, azt a maradék 10%-ot, ha jól tudom, akkor Romániába vitte ki. Ezt pontosan ugyanezt a százalékot behozta Szlovákiából, tehát nekik a bilanció kiegyenlítődik. Magyarország önellátó ebben a kérdésben. Viszont a Slovnaftnak van egy olyan problémája, hogy a produkciójának a 2/3-át exportálja. Csak az 1/3-át tudja értékesíteni a szlovák piacon. Azaz, hogyha 18 hónap múlva ezt elvágják tőle, akkor a Slovnaft akár le is állhat, akkor, ha nem sikerül áttranszformálni, átépíteni a technológiáját egy másféle kőolajra. És itt van a kérdés, hogy ha most meg tudja venni a kőolajat, teszem azt 80 euróért egy barrelért kb., akkor miért kell most vásárolni majd 120-ért? Tehát itt ez a 40 eurós különbség sokat jelenthet. Mi ezt a nyereséget meg szerettük volna adózni 30%-os adóval, és ezt a pénzt elosztani a lakosok közt. Ez még úgy, hogy hozzátartozik azért egy olyan dolog is, hogy a Slovnaft, amit kivisz, az sokszor olyan országokba viszik ki, amelyek már lemondtak az orosz olajról, tehát például Lengyelországban elég sok olajat, illetve termékeket exportáltak, miközben Lengyelország nem akarja megvásárolni már ezeket a termékeket, tehát hogy nem ennyire egyszerű ez a történet. Igen, én ezeket a számokat ismerem elég pontosan, tehát nyilván nem arról lett volna szó, hogy most a 100% produkciót vigye ki úgy, ahogy mint eddig, viszont ha megmaradt volna legalább a cseh, osztrák, a magyar piac, akkor a Szlovnaft túléli, akár ezzel az orosz olcsóbb kőolajjal is. És ugye neki kell, hát és ezt a Hernádi úr mondta, hogy 2-4 év szükséges ahhoz, hogy teljesen át tudjanak állni a technológiával.
több százmillió euróba kerül ez a beruházás, és ezért mondom, hogy ez a döntés, ami született az Európai Unión belül, rendkívül károsítja a Szlovákia állampolgárait. Csak a térjünk vissza az eredeti vágányra. Hadd mondjak valamit, szerkesztő úr, mert az a vélemény, hogy ez fontos kimondani, van egy rossz hírem a számodra, képviselő úr, és ez pedig az, hogy nálunk, a szlovákiai magyarok között, azt mondtad, hogy a szlovákiai magyarok meg a magyarországi magyarok azok gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek, van egy különbség, nálunk még nem sikerült, nincsen ilyen állami média, mint Magyarországon, kimosni az embereknek az agyát teljesen, és ez okoz néhány problémát. A legnagyobb probléma az, hogy itt nem lehet ezeknek az embereknek, akik ma hallgatnak minket, azt mondani, hogy a barna a zöld meg kék. Nem lehet azt mondani, hogy nem az LGBT ellen van a törvény, amikor akkor, mert látják, hogy igen. Nem lehet mondani, hogy nem a fasisztákkal szavazunk együtt, mert látják, hogy igen. És nem lehet mondani, hogy az Orbán nem a Putyinnak játszik, mert látják, hogy igen. És ha neked az az imidzsed, hogy egy ilyen kemény, megmondó ember vagy, akkor miért csinálsz úgy, mintha ez nem lenne igaz? Ugyanúgy tudod, mint én. Ugyanúgy tudod, mint én, és mindenki tudja, aki hallgatja is. Az, aki is kikacsint, hogy ó, milyen jó lesz, mondta, az is tudja, hogy így van. És te is tudod nagyon jól. Azt gondolom, hogy az lenne sokkal tisztább, hogyha bevállalnánk ezeket az irányokat. Igen, menjünk a szexuális kisebbségek ellen, igen, szavazunk a fasisztákkal, és igen, úgyhogy kicsit drukkoljunk a Putyinnak is, de akkor ezt mondjuk ki, és ne próbáljuk elterelni, meg lejegelni a dolgot, mint hogyha ez nem így lenne. Tehát most sikerült neked egy egész nemzetnek az ítélőképességét kétségbe vonni, mert ugye négyszer megnyerni egy választást kétharmados többséggel, és ezt arra fogni rá, hogy valakinek ki van mosva az agya, ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha Márki-Zay ülne itt mellettem, aki egyébként egy rendkívül csúnya vereséget szenvedett, és az egész baloldal is. Nincs még egy ilyen, aki még egy ilyen csúnya vereség után még mindig kétségbe tudná vonni egy nemzet döntését. Már negyedszer egymás után. Szlovák nemzetnek a döntése én ezt, Igor Matovics én ezt, volt. Tehát én ezt értem, hogy fáj. Azt is értem, hogy ti egy más Magyarországot álmodtatok meg magatoknak. Sajnos ez nem jött be, és nem is fog bejönni egy hamar. Ami viszont megmosolyogtató számomra, az, hogy a szlovák média mennyire foglalkozik Magyarországgal és Orbán Viktorral, amit hogyha itt nem lenne elég problémánk. És erre ugyanezt tudom mondani, hogy köszöni szépen, jól van. Hadd tegyem fel még egyszer az eredeti kérdésemet, de akkor most már önre szabva. Ön szerint miért nem mondja ki Orbán Viktor vagy Vladimir Putyin nevét az ukrajnai háború kapcsán? Ezt legyen szíves megkérdezni Orbán Viktortól, én nem szoktam vele beszélni. Én megkérdezem tőle, többször kértem el tőle az elmúlt időszakban interjút, de nem áll szóba túlságosan kritikus kérdéseket föltenni. Én sem beszélgetek vele. De önnek csak van erről valami véleménye, hogyha Magyarország háborúval kapcsolatos álláspontját dicséri és támogatja? Én dicsérem a Magyarország álláspontját abból a szempontból, hogy nem ugrik rá minden hülyeségre, ami az Európai Unióból jön, és nem engedi azt, hogy a magyar nép szenvedjen, és a magyar nép fizesse meg a háború árát. Ez miért nem jó? Azt nem gondolja, hogy Magyarország még csak valamennyire elszigetelődött, amiatt, hogy Orbán Viktornak mégiscsak van ez az orosz barát vonala, amit képvisel. A minimum a V4-en belül, tehát ugye tudjuk azt, hogy a V4-es partnerek folyamatosan bírják Magyarországot, találkozókat fújnak le, a kapcsolatok mély ponton vannak, tényleg nagyon hosszú ideje nem voltak ennyire hidegek a kapcsolatok. Nem árt-e ezzel Orbán Viktor többet, mint amennyit használ hosszabb távon Magyarországnak és minden magyarnak? Hát ezt, hogy most hosszú távon hogy fog kinézni, ezt majd beszéljünk erről két év múlva vagy három év múlva, amit találkozunk, de egyáltalán nem. Én meg tudom érteni Lengyelország álláspontját, történelmileg rendkívül rossz viszonyt ápolnak Oroszországgal. Tehát a Lengyelország, a V4-en belül a Lengyelország pozícióját megértem abszolút. A szlovák külügy már 2020 márciusától nagyon szorgalmasan dolgozik azon, hogy szétverje a V4-et, mint politikai
tömörülést, gazdasági tömörülést szeretnének belőle csinálni, és sajnos Csehországban is egy progresszív beállítottságú úr lett a külügyminiszter. Hát ott is látom ezt az irányvonalat, hogy igen, ne csináljunk a V4-ből egy súlyt Európán belül, ne képviseljünk egyszerre 60-65 millió embert, de képviseljük a Brüsszel demagógiáját. Igen, van ilyen, és én bízom benne, hogy ez a viszony meg fog javulni, mert ez egyébként Magyarország és Közép-Európa érdeke, hogy Közép-Európa erős legyen. Hogy reagáljak a V4-ekre, mert szerintem ez egy ügyes fogás volt így retorikailag, de gondoljuk végig, hogy a V4-eket mind a hárman verik szét Magyarországon kívül. Ez teljesen úgy hangzik, mintha Magyarországnak lenne más álláspontja, mint a V4-es partnereknek az orosz-ukrán háború kapcsán. Ugye Magyarországnak teljesen egyértelműen volt egyfajta szándéka arra, hogy Lengyelországgal tulajdonképpen uralja a V4-et, ami a politikai gondolkodást, ami a társadalmi struktúrát illeti, és ebben nagyon hiányzik Szlovákia. Ez fizikailag, ez az a híd, ami összeköti, mint Szlovákia, Lengyelországot és Magyarországot. És szerintem, ha csak nem történik meg ez az orosz-ukrán háború, akkor sokkal könnyebb lett volna Szlovákiát megpróbálni beleintegrálni egy ilyen lengyel-magyar konzervatív vonalba. Szerintem ez neked, képviselő úr, nagyon tetszene. A helyzet az, hogy porszem került a gépezetbe. És ezt a porszemet úgy hívják, hogy orosz-ukrán háború. És ezt a porszemet úgy hívják, hogy a lengyelek soha nem fogják megbocsájtani Magyarországnak azt, hogy amikor az ukránokat, akik a lengyelek egyébként évszázadokon keresztül közös államban voltak, megtámadják az oroszok, akkor az oroszok, a magyarok minden 56 és minden ellenére nem képesek beállni az ukránok mellé normális módon. Mindenki látja, te is látod, hogy ez így történik. És azt mondtad, ezzel is megakadtam, hogy a lengyeleknek történelmi valamiféle problémáik van az oroszokkal. És a magyaroknak nincsen. Nincsen a magyaroknak az oroszokkal történelmi csatájuk. Hogy ne lenne? Magyarországnak és Orbán Viktornak személy szerint egészen a legutóbbi évekig Oroszország volt a legfőbb geopolitikai nemezise. Ők voltak azok, akik ezt az országot nem akarták hagyni normálisan élni. A Szlovákiára, Csehszlovákiára is igaz volt ezelőtt. Az, hogy most sikerült átpördíteni, és megy a brüsszelezés, még a Soros nem volt, ma még az jöhet, azért az nem fogja elfedni azt a tényt, hogy az elmúlt 100 évben nem Brüsszeltől kellett félnünk, nem az Amerikai Egyesült Államoktól kellett félnünk, akárhogy köpködik, nem Nyugat-Európától kellett félnünk, hanem elsősorban az oroszoktól. És most, amikor más valakinek nagyon konkrétan kell félni az oroszoktól... Te félsz az oroszoktól. Hát miért, te nem félsz az oroszoktól? Nem. Hát ez egy elég nagy hiba. Ez egy elég nagy hiba. Mint ahogy látod, képesek voltak leröldni egy országot maguk mellett. Viszont van, tehát az tény, ugye, amire Gyimesi úr elmutatott, hogy a Fidesz tulajdonképpen a háborús témával kétharmadon megnyerte a legutóbbi választást, ami mégis csak azt jelzi, hogy Magyarországon van egy elég komoly tömeg, amely vevő erre a kommunikációra, vevő erre az álláspontra, amit Orbán Viktor képvisel ezen a téren. A kérdésem az Ravasz úrhoz, hogy ön szerint miért különbözik ennyire a szlovák és a magyar álláspont ebben az ügyben, és az a féle pragmatizmus, amit Orbán Viktor ebben a témában képvisel, annak Szlovákiában nem lesz a politikai jövője. Szerintem lesz jövője annak a fajta politikai pragmatizmusnak, amit Orbán Viktor képvisel, és szerintem ez a jövő itt ül mellettem. De azt gondolom, hogy ez egy sokkal, tehát hogy mindig azt a kérdést kapja meg Gyimesi György, hogy mikor lesz már a szövetségnek a vezetője. Én nem gondolom, hogy ez a helyen, ne haragudj, nem tanácsot akarok neked adni. Én azt gondolom, hogy az Orbán féle vonal az, ami neki sokkal jobban áll, és ma este is nagyon jól képviseli. Csak az a baj, hogy ennek az országnak ez nem áll annyira jól. Ez az ország még nem felejtett el, hála Istennek, azt, hogy hol van a helye a világon és a térképen. Ez az ország bevezette az eurót, nyugat felé orientálódik, aminek én nagyon örülök, mert sokkal inkább biztonságban érzem magamat. Magyarország egy másik irányba megy. Nagyon komoly munkát fektet abba a Fidesz az elmúlt évtizedben, hogy átfordítsa a közvéleményt a másik irányba, és ez megy is neki, és meg is nyeri a választásokat, ezt nem vitatja senki. Isten áldja a magyarokat, hogyha ilyen kormányt választanak maguknak. Mi egy másfajtát választottunk, azért is megkaptuk a magunkét. Csak egy kis megjegyzés. A beszélgetés elején úgy mutatta be Ravasz Ábert, mint szociológus, hát úgy beszél, mint egy jós, de nem szociológus. De igen, magyarok döntöttek, szerintem jól döntöttek.
és ez így fog maradni. Gyűlös úr, ön a Gyennyikének adott interjúban azt is elmondta, hogy ön szimpatizál az illiberális demokrácia modelljével. Mit ért ön illiberális demokrácián? Egy erős nemzetállam az Európai Unión belül, egy olyan politikát, ami nem csak egy irányba orientáló, tehát most külpolitikáról beszélünk. Azért, mert én nem utasítok el mindent, ami például Kínából jön. Csak azért, mert valaki más azt mondja, hogy ezt el kell utasítani. És ugyanúgy nem utasítom el azt sem, ami, illetve mindent, ami Amerikából jön. Nyilván vannak dolgok, amik igen, és van, amit nem. Én például nem tartom helyesnek követni az Európai Unió, tehát ahogy akarod hallani, Brüsszel döntéseit, vakon egyetérteni mindennel. Nem, ezt nem tartom egyszerűen helyesnek. És ezt már elmondtam még diákként, hogy a túl sok demokrácia, és ezt most kérem, úgy fogják fel, ahogy mondom, nem, hogy most azt fogjátok, hogy én fasiszta vagyok, meg én egy machiavellista vagyok, és én azt mondom, hogy az a politikai pragmatizmus, ami célhez vezet, ami a nemzet orientált, az a nyerő. És van egy olyan érzésem, hogy ezt látják már több országban is, Európa szerte, és lehet ez a modell, amit beállított Orbán Viktor, lehet, hogy ez egy példa lesz más országokban is. Ugye nagyon sokszor bíráljátok ti is a Gyennyékenbe is, és a Napunkban is. Egyébként, hogyha jó, hogy van Orbán Viktor, van miről írni, amikor a Napunk létrejött, akkor az első 10 cikkből 7 Orbán Viktorról, a Magyarországról szólt. Nem igaz, de nem. Most elfelejtettem, mit akartam mondani. Igen. Szóval az a politika, amit ti nem látok jónak, mert azt mondjátok, hogy nincs ellenzék. Hát hogy ne lenne Magyarországon ellenzék? Van, csak gyenge. Azt mondjátok, hogy nincs ellenzéki média. Van. Nem is egy, nem is kettő, a legolvasottabb napilap az ugye ellenzéki, a legnézettebb tévé ellenzéki, van ellenzéki tévé. Rádió és újság is. Azt mondani, hogy Magyarországon nincs demokrácia, ez egyszerűen egy hazugság, nincs liberális demokrácia olyan szintű, mint például Szlovákiában, vagy mint Hollandiában. És nem is akarja ezt a magyar nép, és ezt négyszer egymás után elmondta. Ez a modell, ahol a saját népem az első, szerintem ez az, ahová mehetne az Európai, amerre fele mehetne az Európai Unió. Én elutasítom azt a gondolatot, ami megfogalmazódott már többekben, hogy Európai Unióból felépíteni egy ilyen szuper államot, harmonizálni az adókat, és valójában a nemzeti kormányokat csak egy olyan báb kormányként felállítani. Ezt elutasítom, és ezt nagyon sokan elutasítják rajtam kívül is. Amikor Orbán Viktor 2014-ben vázolta az ő modelljét az illiberális demokráciáról, akkor megnevezte azokat az államokat is, amelyeket mintának tekint ezen a téren. Köztük volt Oroszország, Kína, Szingapúr, Törökország. Ugye ezek az államok nem bánnak túlságosan kesztyűs kézzel a saját kisebbségeikkel. Tudjuk azt, hogy Kínában az ujgur kisebbségének koncentrációs táborokat építettek. Látjuk azt, hogy most a putyini Oroszország elsőként a kisebbségeket küldi ki meghalni Ukrajnába, Dagesztánból, Burjátföldről, meg hasonló etnikumok lakta vidékekről. A putyini Oroszország a kisebbségi oktatást is korlátozta Oroszországban, ahol ugye nagyon sok nemzetiség él. Ön szerint ez egy jó modell, egy nemzeti kisebbség képviselőjeként ezt egy jó modellnek tartja tényleg? Hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon csúnya hasonlat volt Orbán Viktor és Vladimir Putyin egyenlőjére tenni a kettő közé. Ez egy kommunikációs fal. Ő hivatkozott rá, mint az igen, egyik mintájára. 2014-ben. Viszont Magyarországon a nemzeti közösségeknek egy képviselője is van a magyar parlamentben, egy állandó hely, ott van, ugye a német most azt mondom, a másodszor bekerült. Aki a Fidesz tagja egyébként. Nem a Fidesz tagja, de a Fidesz-szel szavazott. És német kisebbségnek a képviselője. Magyarországon
önkormányzatok vannak a nemzeti közösségeknek, Szlovákiában még nincs. Ezt akarjuk bevezetni most a új kisebbségi törvénybe. Magyarországon nem hallottam még olyat, hogy akármilyen nemzeti közösség bármitől is szenvedne. Pénzt kapnak, és a saját dolgait saját maguk oldják meg. És ugye azt sokan nem mondják, és azt nem tudom, hogy miért nem hangzik el a liberális médiában. Ugye a Magyarországon már régóta működik a bejegyzett társ. Igen, az azonos nemek közötti bejegyzett élettársi kapcsolat. Élettársi kapcsolat ez. Ez Szlovákiában ugye egy álom az LGBTI közösségnek, úgyhogy most mondja meg nekem szerkesztő úr, hogy ezek a felsorolt dolgok közül mi az, ami ellene menne bármilyen kisebbség ellen is? Ezek közül a felsorolt dolgok közül egyiket se a 2010 óta regnáló Orbán kormány hagyta jóvá. Hát arról beszélünk, hogy azóta van egy olyan irányvonal, amelyben a kisebbségek nem kapnak nagyobb teret Magyarországon. Ezt elutasítom, hogyha nem kaptak volna nagyobb teret, akkor nem kapnak pénzt se, nem működtetik az önkormányzatokat, nem kerülnek be a parlamentbe, tehát ez nem ér. De akkor most ezt vetítsük el Szlovákiára, tehát hogyha Szlovákiában érvényesülne egy ilyen modell, akkor az ön szerint a szlovákiai magyar kisebbségnek és a többi nemzeti kisebbségnek a jogainak a kibővítésével járhatna, hogyha egy ilyen, hogyha nemzetállami elv erősödne? De természetesen, hogy igen. Azért, mert mi egy őshonos nemzeti közösség vagyunk Szlovákiában, ugyanolyan államalkotó elemens vagyunk, mint a szlovákok, mint a romák, a ruszinok, csak németek. Csak ezt nem ismeri el a szlovák jogrend. Jelenleg nem. Igen, ez tény. Már a preambulumban sem, szlovák alkotmány preambulumában sem. Viszont, igen, én ezt úgy képzelem el, hogy ezek a nemzeti közösségek sokkal nagyobb teret kaphatnának, és meg is érdemlik. Én nekem az a véleményem, hogy ez az illiberális dolog, ez nagyon veszélyes játék, különösen egy kisebbségi politikustól. Tehát, hogy mondjuk, hogy az erdélyi barátaimmal beszélek, akkor azt mondják, hogy mindig összeszorul a fenekük, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy mert a magyarok az első helyen, te is valami ilyet mondtál Orbán részéről nem is olyan régen. Hogy ez mit jelent azoknak az államoknak a számára, ahol a magyar kisebbségek élnek? Az, hogy a szlovákok legyenek itt az elsők, meg hogy Romániában a románok legyenek az elsők. Én nem szeretnék második lenni, se 66. Azt szeretném, hogy ebben az országban mindenki normálisan éljen. És az illiberális demokrácia ezzel nem összeegyeztethető. Nem lehet egyszerre kisebbségvédelmi és illiberális pozíciót fölvenni, mert ez így nem működik. Sajnos ez van. A liberális demokráciának a legnagyobb nyeresége pont az, hogy biztosítja mindenki számára, amennyire tudja biztosítani, a normális életkörülményeket. Rengeteg hibája van a liberális demokráciáknak, és nem arról van szó, de az illiberalizmus kinyitja az összes csapot, amin keresztül a gyűlölet áramolhat a kisebbségeknek az irányába. Mindenki, aki hallgatja ezt a magyarok az első helyen maszlagot Magyarországból, fordítsa le a saját pozíciójára. Mit gondolnának erről akkor, hogyha mondjuk Magyarországon élő románok lennének? Mit? Hogy ez annyira marha jó? Annyira jó érzést lehet hallgatni valakinek a miniszterelnökét, hogy a nemzetet teszi az első helyre, és nem az állampolgárokat. Ezt szeretnék Hegertől? Az olyan igen jó lenne nekünk? Szerintem nem. Szerintem az a jó, hogyha egy ország minden polgárához ugyanúgy áll hozzá. Ez nem összeegyeztethető az illiberalizmussal. Rengeteget vesztenénk azon, hogyha Szlovákia illiberális irányba mozdulna el, és te lennél az elsők között, aki tiltakozna, mert ez a mi bőrünkre menne. Addig még mindenkinek jó, ameddig az LGBT bőrére megy, a muszlimok bőrére megy, a cigány bőrére megy, az senkit nem érdekel. Menjen a magyarok bőrére, akkor meglátjuk, és nem vagyunk ettől olyan messze. Az, amit meg lehet csinálni az egyik kisebbséggel, azt meg lehet csinálni a másik kisebbséggel is. Nekem ezért csípje elsősorban a szememet az a törvény, amit bejutottál, a javaslat a szilvárányos zászlóról, mert az, amit meg lehet csinálni az egyik közösséggel, meg tudod csinálni a másikkal is. Meg is csinálták 2008-ban. Hát akkor ne segítkezzél ebbe az Isten szerelmére. Másrészt Ravasz úr, ugye ön mondta az előbb,
Ön mondta az előbb, hogy a jövő az mint hogyha ebben az irányba tartana. Ez azt, mint hogyha azt jelenteni, hogy ön is, mint hogyha belátná, hogy tulajdonképpen ennek a politikának nincs alternatívája, vagy van alternatívája. Ön ugye kilépett szintén a szövetségből, az egyetlen szlovákiai magyar releváns pártból, aminek esélye lehet arra, hogy bejusson a parlamentbe, viszont a szövetségben is, mintha ez a vonal lenne tulajdonképpen erősebb, ugye Magyarországgal való, a jelenlegi magyar kormányon való együttműködés terén. Én pont azért ülök itt, mert azt gondolom, hogy van alternatíva, és kell, hogy legyen alternatíva, akkor is, hogyha a korszellem más irányba visz, és akkor is, amikor majd visszacsap ránk pár év múlva az a fajta gondolkodás, ami most az illiberalizmus irányába visz, akkor is kell, hogy legyen alternatíva. Kell, hogy legyen egy olyan fajta vízió a szlovákiai magyar jövőről, ami nem attól függ, hogy Magyarországon ki van kormányon és mennyi pénz küld, hanem arról, hogy mennyire tudjuk magunkat megerősíteni az országon belül, és milyen szövetségeseink vannak ezen az országon belül. Még egyszer mondom, nagyon sok minden van, amivel nem értünk egy-egy Gyimesi Györggyel, egy valamivel szimpatizálok néhányal, de az egyik közülük az, hogy mindig keresi a szlovák partnereket arra, hogy jogszabályokat fogadjunk el, mondjuk fogadjanak el a kisebbségek megsegítésére. Én szerintem ez a helyes út. Nem lesz 76 magyar szavazat a parlamentbe, akkor viszont Orbán Viktor nem lesz elég arra, hogy megmentsen minket. Ha csak nem vonul be tankokkal, ez hál' Istennek nem fenyeget. A hál' Istennek azt mindenki hozzámondhatja, vagy nem mondhatja hozzá vérmérséklete szerint. Ez nem fog bekövetkezni. Akkor viszont helyben kell szövetségeket építenünk, ez nem az illiberalizmuson keresztül megy. Az illiberalizmuson keresztül magyar pénzek jól ívhatók, a magyar szövetségek meg a Sputnikok jól csinálhatóak, otthoni szövetségeseket ezzel nem fogunk találni, és minden egyes olyan törvény, mint a szivárványos zászlónak a tiltása újabb és újabb szövetségesektől vág el minket. Ez az én véleményem. Ez a szivárványos zászló. Abszolút. Figyelj, hogyha nyugodtan mondd ki, tehát már utaltál rá néhányszor, hogy buzizol engem, rendben van. Tehát itt egész nyugodtan. Ez a gyávaságodnak a része, hogy nem mered kimondani, csak hogy nektek, meg hogy fáj ez neked, egész hát, nyugodtan mondd ki. Erről beszélsz már egy órája, hát csak kérdezem. Hát azért, mert egy ilyen törvényt adtál be, barátom, ez a probléma. Hát nem beszélni róla, akkor senki nem is lenne rá kíváncsi. Hát ha nem adtad volna be, nem kéne arról beszélnünk, hogy ezen keresztül bevágsz a magyarok elé egy olyan akadályt, amit nekünk is meg kell majd ugrani. Azért, és panaszkodsz az miatt, hogy miért erről beszélünk, minek adtad be, ha nem akartad, hogy erről beszélünk, ezt akartad, hogy ezzel a témával bekerülj a sajtóba, itt vagy, ma is erről beszélünk a fontosabb dolgok helyett. Ez nem véletlen úgy volt. Úgy érzed, hogy kevés terettek a sajtóban. Ön a hétvégén írt egy olyan posztot, amelyben azt arra buzdította a konzervatívokat, hogy ébredjenek fel, és hogy mivel ha túlharsogják a konzervatív hangot a liberálisok a mai szlovákiai közéletben, mit jelent ez? Egy konzervatív pártot fognak építeni Igor Matovicssal, aki egyébként jelenleg egy elég elutasított politikus azért Szlovákiában. Igen. Sajnos Igor Matovics az összes hibájával együtt egy űzött politikus. Ebbe igaza volt, hogy azt, amit csinált el a média, azt nem csinálták szerintem Ficóval sem, Mecsiárral sem. Azt a hasonlatot, amit mondott, hogy a zsidókhoz hasonlította magát, ezt én elutasítom. Ezt nem tartom helyesnek, ezt a kijelentést. És én sem érzem így. Viszont az igaz, hogy Igor Matovicsot űzi a szlovák sajtó 24 órán keresztül ütvevágva van. És azt, hogy mennyire szolgált ő maga rá, azt mindenkinek a fantáziájára bízom. Azt mondtam abban a bejegyzésben, itt azt írtam, hogy igen, a konzervatív spektrum ebben az országban jelenleg egy lefele ívelő pályán van, annak ellenére, hogy, és ezt én gondolom, hogy Szlovákia mindig konzervatív, keresztény konzervatív ország, csak nem olyan hangosak. És problémája van az összes konzervatív pártnak is, ugye a KDH-ról nem hallani szinte semmit, ahogy írtam, azt tudjuk róluk, hogy a legmagasabb elnökük van az egész politikai harctéren. Az Olano azt nem lehet nevezni konzervatív pártnak, azért mert a frakción belül vannak liberálisok, progresszívek, vannak konzervatív, vannak centristák. Tehát egy új pártra számíthatunk? Nem hiszem. Ez csak egy véleményt írtam arról, hogy milyen problémákkal küzdköd például a konzervatív oldal. És itt van a szövetség is. Én nem szeretném bírálni a szövetséget, de az én szememben úgy, ahogy én látom ezt és hallom,
akkor szerintem a szövetség is inkább a spektrum közepére helyezkedik jelenleg. Azért, mert nem tudom elképzelni azt, hogy az MKP valaha bírálná a gyermekvédelmi csomagot, illetve a gyermek megsegítő csomagot. Ők ezt megtették, és inkább az önkormányzatok oldalára álltak. De oké, ez egy legitim politikai hozzáállás, én ezt nem bírálom, csak kommentáltam. Hogyha mégis egy ilyen konzervatív párt, vagy egy konzervatívabb Olano építésébe fognak Igor Matovicsal, akkor azt esetleg elképzelhetőnek tartja, hogy Igor Matovicsnak a helyére is, a helyét is megpályázná? Tehát, hogy az Olano elnöki székében el tudja magát képzelni? Én nem gondolkodok a jövőn egyáltalán. Nekem vannak feladataim, amit szeretnék teljesíteni, szeretnék egy jó nemzeti közösségekről szóló törvényt, egy olyat, amire mindannyian büszkék lehetünk. Most ez az, amivel fog foglalkozni. Elsősorban rendbe kell tenni a koalíciót, mert annyira inog a szék alattunk, hogy ez bármikor széteshet. Úgyhogy ezért a jövőn én egyáltalán gondolkodom. Ravasz úr, ön szerint is túlharsogják jelenleg a liberálisok a konzervatívokat Szlovákiában? Azt hittem, hogy azt fogja kérdezni szerkesztőről, hogy fogok-e Igor Matovics a pártot alakítani. Nem. Ezt sajnos meg kell, hogy cáfolja, nem fogok vele pártot alakítani. A viccet félretéve nem gondolom azt, hogy a liberálisok Szlovákiában túlharsognák a konzervatívokat. Azt gondolom, hogy a politikai közép, mint olyan Szlovákiában a parlamenten kívülre került. A legtöbb olyan párt, ami centrista volt, az egyszerűen kiesett. Az ellenzékben olyan pártok vannak, amikkel nehéz azonosulni, a Smerahlasz vagy a különböző extrémisták. A kormánypártok teljesítményét szerintem fölösleges külön cifrázni, ezt mindenki látja, és szerintem a Gyimesi György is eleget kritizálta a kormányt, hogy mindenki érezze, hogy mennyire jól működik ez. Azok a pártok, akik középpen próbálnak működni, akik liberálisabban próbálnak politizálni, azok egyszerűen nincsenek a parlamentben. Az a néhány képviselő, aki ott van, ezek pedig nem tudják ezt az agendát képviselni. Az én véleményem az, hogy semmilyen formában nincsen liberális túlsúly Szlovákiában, sőt, a parlamentben gyakorlatilag néhány képviselőt leszámítva liberális politikai képviselet sincsen. És annak ellenére, hogy nem így van, hogy ezt a médiában szinte pánik uralta a szlovák médiát, amikor összeállt ez a parlament, hogy a legkonzervatívabb. Hát annak ellenére nem sikerült elfogadni még egy ilyen Záborská-féle törvényt sem, ami mindenről szól, csak nem az abortuszról, annak ellenére abortusztörvénynek volt megnevezve. Nem sikerült Hatrákovát megválasztani a gyermekombudsmannak, csak azért, mert egy konzervatív keresztény asszony. Hát a PS egy abszolút dzsihádot rendezett ellene. Viszont Miklós Kór személyében egy szintén konzervatív igen, urat sikerült megválasztani. Igen, hál' Istennek. Kapott is már hideget-meleget a Gyennyikenbe. Úgyhogy annak ellenére, hogy ilyen konzervatívnak van kikiáltva ez a parlament, annak ellenére nem sikerült elérni egy komolyabb sikert, ha nem számítjuk le ezt a gyermekvédelmi csomagot, és nem tudjuk, hogy most át fogjuk-e törni egyáltalán az elnök asszony vétóját. Ha nem, akkor azt mondom, hogy ez egy teljesen egy bukta. Én még nagyon sokáig tudnám folytatni ezt a beszélgetést az urakkal, de ezzel elérkeztünk a mai vitaestünk végére, úgyhogy nézőinknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és vendégeinknek pedig köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Velünk volt Ravasz Ábel szociológus, korábbi romaügyi kormánybiztos, a Híd korábbi alelnöke. Köszönöm szépen! És Gyimesi György, az Olano parlamenti képviselője. Köszönöm szépen! Engem Szalai Zoltánnak hívnak, és én arra kérek még egyszer mindenkit, hogy kövessék a napunk.sk portált, minden nap friss tartalmakkal jelentkezünk, és aki teheti, az fizessen elő tartalmainkra, most kedvezményes áron, havi 2 euróért megtehetik, hamarosan újabb rendezvényel is jelentkezünk, a részleteket megtalálják majd a Facebook oldalunkon és a napunk.sk-n, további kellemes estét kívánok mindenkinek!